Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Teltház a szálláshelyeken. A Gyulára visszatérők több időt töltenek a városban, mint korábban. Akármikor abba hagyom. A szenvedélybetegségekről tartottak előadásokat a nappali melegedőben. Jól szerepeltek a csapatok. Mindkét gyulai együttes idegenben győzött a Magyar Kupa első fordulójában. A munkát tartja a legfontosabbnak. 90. születésnapján köszöntötték Wolf Dánielnét a segítőkezek idősek otthonban. 400 fellépő a rendezvényen. Augusztus végén rendezik meg a Minden Magyarok Nemzetközi Néptánc Fesztiválját. Teltházzal működnek a szálláshelyek Gyulán. Most csak az Erke Hotelben 700 vendég pihen. Az elmúlt évekhez képest újdonság, hogy a fürdővárosba visszatérő látogatók a korábbinál több időt töltenek nálunk. Ez a nap híre. A hőségben elsődleges programként a fürdőzést választják a turisták. A vendégek száma évről évre nő a gyulai szálláshelyeken. Sokan évek óta visszajárnak a fürdővárosba. Mi Morról jöttünk, 6 napot töltünk itt, és már körülbelül 5. vagy 6. vagyunk itt Gyulán is ebben a szállodában. Mi nagyon szeretjük a várost is, a szállodát is, hogy közvetlen a strand mellett van, hogy átjárást van a strandra, és itt nagyon jó sétálni, és jó lenni itt Gyulán. Gyulát a családosok mellett a nyugdíjasok is kedvelik. Körülbelül 12 évvel ezelőtt voltunk utoljára Gyulán, és kíváncsiak voltunk, mert hallottuk, hogy milyen szépen átépítették, felújították, és tényleg gyönyörű. És teljesen kifogástalan az ellátás és minden. A nyári szezonban a szállodák teltházzal üzemelnek. Az egyik gyulai hotel számára előnyt jelent, hogy közvetlen átjárás biztosít a várfürdő épületébe. Összességében az idei főszezon az nagyon jól telt. Rengeteg vendégünk van, jelenleg is teltházzal üzemelünk, és most adjuk el gyakorlatilag az utolsó szobákat augusztusra. Szerencsére nagyon szeretik a vendégek Gyulát. A vendégeinknek körülbelül 90%-a belföldről érkezik, és 10%-a külföldről. Hozzánk a határ közelsége miatt elsősorban Romániából érkeznek vendégeink, akik nagyon szeretik a fürdőt és a várost. Hál' Istennek itt nálunk sosem unatkoznak, nagyon sok program van, nagyon sok rendezvény van Gyulán, ami leköti őket, és ez kicsiknek, nagyoknak egyaránt nagyon jó programot garantál. Ez az első olyan év, amikor nem okozott problémát az üres szálláshelyek megtöltése a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület számára. Eddig jellemző volt a városra az, hogy 3-4 éjszakát töltöttek átlagba az ide látogató turisták. Ez megváltozott olyan szempontból, hogy az új vendégek maradnak ennél a 3-4 éjszakánál, akik most először jönnek Gyulára, viszont akik visszatérőek, azok meghosszabbítják, tehát 5-6 éjszak, vendég éjszak az átlag a visszatérő vendégeknél. Ez köszönhető annak, hogy a fürdőben jelentős változtatások voltak. Nyilván mindenki tudja, mindenki hallja, óriási reklámtevékenységet folytatott a várfürdő, ennek is köszönhető. A turizmusban a szabadtéri programok, a kulturális rendezvények, a múzeumok és az élővizek közelsége is jelentős szerepet tölt be a várfürdő mellett. Akkor hagyom abba, amikor akarom. Ez volt Balog Albert életvezetési tanácsadó előadásának mottója az Ökumenikus Segélyszervezet nappali melegedőjében. Másként közelítette meg előadásában az alkoholbetegséget Balog Albert, aki a saját életútja bemutatásával vezette fel az előadást. A szenvedélybetegségről, halálról és életről beszélt. Kitért a betegségben szenvedő egyéneket megítélőkre, itthon és a tengeren túlon. A tanácsadó célja, hogy a város lakói ismerjék meg a szenvedélybetegséget és merjenek róla beszélni. Balog Albert elmondta, a tagadás egyaránt jellemző az egyénre és a családjára is. Ezen próbálna változtatni az Anonim Alkoholisták nevű kezdeményezés, ahol a betegségükről zárt körben beszélhetnek az érintettek. Itthon számos városban régóta működnek ilyen klubok a betegek számára. Most Gyulán is szeretnének egyet létrehozni. Tudhassanak a város lakói is, és a környezete, mert a környékben eléggé hagyományos vélemény van az alkoholistáról, hogy van mód fölépülni ebből a betegségből, és hogy ennek az egyik jól működő formája egy hát világszerte ismert közösség az Anonim Alkoholisták, ami most úgy tűnik, hogy itt Gyulán is készül egy csoportot létrehozni.
Mindkét gyulai együttes idegenben győzött a Magyar Kupa első fordulójában. A Szeged 2011 Grosics Akadémia Andorka Péter három találatával 3-1-re verte az amúgy a Termállal egy csoportban játszó eddig 100%-os Monort. Klaus László vezetőedző ezen a mérkőzésen lehetőséget adott azoknak a játékosoknak is, akik eddig kevesebbet játszottak. A klub honlapjának azt mondta, a hőség, a szokatlan összeállítás és a kevésbé begyakorolt 4-4-2-es hadrend miatt nem volt könnyű dolguk. A vezetőedző külön kiemelte a csatár Andorka Péter teljesítményét, aki komoly NB1-es múlttal is nagy hőfokon égett az NB3-as ellenféllel szemben. Nagy meccset vívott a Termál a szintén az NB3 középcsoportjában küzdő Hódmezővásárhely ellen. Szekeres Lajos együttese Bálint Balázs és a Szegedtől érkező Hegedűs Edvin góljaival a szünetben már 2-1-re vezetett, és az előnyt a találkozó végéig meg is tartotta. A mérkőzésről sokat elárul, hogy a Termálból 5, a Vásárhelyből 3 játékos kapott sárga lapot. A Magyar Kupa második fordulójának sorsolását augusztus 25-én tartják, a mérkőzésekre szeptember 23-án kerül sor. Verssel, dalokkal és ajándékokkal köszöntötték 90. születésnapján Wolf Dánielnét a Segítőkezek idősek otthonban. Az ünnepelt azt mondta, ezt a szép kort csak is a munkának köszönhetően élte meg. A jó Isten szeret, megteremtett téged. S tudd, hogy nincs határa a szeretetének. Aranyosi Ervin versével, majd a Segítőkezek idősek otthon a lakóinak dalaival köszöntötték a 90 éves Wolf Dánielnét. Mondja meg a legszebb lánynak! A polgármesteri hivatal képviselői is meglepték az ünnepeltet, aki Gyulán született, és az Újkígyósi tanyavilágban él gyermekként. A hatosztály elvégzése után a tanyán segített a munkában, a gazdálkodásban. 20 éves korában egy marhavagonban indították el többet magával Málenki robotra. Sok jó nem volt, mert olyan sok minden volt az én életemben, sok rendszer, és sajnos én beleestem mindegyikbe. 5 évig voltam Oroszországban, sokat éheztem, sokat dolgoztam. Hazatérésekor a tanyára ment és ott gazdálkodott. 1950-ben házasodtak össze az Ukrajnában megismert gyomai fiúval, Wolf Dániellel. Férje 1977-ben halt meg, ekkor költözött be Gyulára. 1980 óta tevékeny nyugdíjasként él. Mindig dolgoztam világéletemben, mert, hogy mondjam, 20 éves voltam, akkor kivittek Oroszországba, ott voltam 5 évig, és aztán is mindig dolgoztam, soha munkanélkül nem voltam. Mi dolgozott? Mezőgazdaságban, téjedben. Hát kapáltam meg, ami jött sorba. Nem esett ki a munka a kezemből. Wolf Dánielné Katika nénének 2 unokája és 3 dédunokája van, akikkel tartja a kapcsolatot, és akikben nagy örömét leli. A város több pontján kínál kulturális programokat a nyár folyamán a gyulai rendezvényszervező Kft. A standard programok mellett az augusztus legnagyobb szabású eseménye a Minden Magyarok Nemzetközi Néptánc Fesztiválja lesz, több mint 400 fellépővel. Augusztusban is több helyszínen, így a Rondellánál, a Göndöcskertben és a Világúránál is számos kulturális eseménnyel várja a gyulai rendezvényszervező Kft. Az érdeklődőket. Kiemelt program az augusztus 20-i rendezvény, ahol már délután várják az érdeklődőket a Várkertbe, ahol népi műves foglalkozásokon lehet részt venni, és a Bombom Matiné előadásában a Csodálatos Tárogató című mesekoncertet tekinthetik meg kicsik és nagyok egyaránt. Lesz népzenei koncert és hangszerbemutató is, és olyan program is, amit először kínálnak az érdeklődőknek. Egy teljesen újszerű program lesz a kenyérszentelő ünnep címmel. Ennek a helyszíne a Gyulai Vár kápolnája. Itt a városi egyházak képviselői egy rövid áldást mondanak. Ennek a programnak a keretében a programban közreműködik Poyen Dán Gergő népi énekes és a Békés Banda zenekar. Este 8 óra 30-kor a túlszínpadon ünnepi köszöntő kezdődik, ahol Gajda Róbert kormány megbízott mond egy köszöntőt. Ezt követően Sebestyén Márta és a Sebő együttes koncertjére várjuk az érdeklődőket.
Az augusztus 20-i program egy ünnepi tűzijátékkal zárul, másnap pedig kezdetét veszi az idei immár 21. Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiválja. A rendezvényen 4 ország 11 táncegyüttesének mintegy 400 táncosa mutatkozik be a fesztivál 3 napja alatt. Vendégünk lesz a helyi táncegyütteseken kívül, tehát a Körös táncegyüttes, a Haruken táncegyüttes és a Cimbora táncegyüttesen kívül. Határainkon belülről a Fonó táncegyüttes, Budapest főváros Bartók táncegyüttese, illetve a Dunaművész együttes, mint professzionális együttes, határon túli magyar együttesek közül a Rizgetős táncegyüttes, illetve a Kökényes táncegyüttes, valamint ebben az évben, mint ahogy már korábban említettem, lesz 3 külföldi vendégegyüttesünk is, egy olasz zászlóforgató csoport érkezik hozzánk, illetőleg Paraguayból és Észak-Ciprusról lesznek vendégeink. A hónap zárásaként augusztus 28-án egy Szent Martin koncertre várják az érdeklődőket a Gyulai Várudvaron. Megkezdődtek a Városháza dísztermének fűtéskorszerűsítési munkálatai. A régi, elavult kazánt egy korszerű, energiatakarékos berendezésre cserélik. Rövid hírek következnek. Itt látható az a csövezés, amivel majd a fennkor berendezéseket el fogjuk tudni látni, ezeket a hűtő-fűtő ventilátoros berendezéseket. Megyeri Sándor osztályvezető mutatja itt, hogy hogyan fog kinézni a díszterem, mint egy 20 millió forintból hamarosan megvalósuló új fűtésrendszere. A 70-es évek elején beüzemelt régi kazán, amellett, hogy zajos volt, komoly energiát használt el. Az új hőszivattyús rendszerrel jóval olcsóbban és hatékonyabban lehet működtetni a fűtést, mellyel a szigorú műemlékvédelmi előírásoknak is meg kellett felelni. A berendezés nem csak fűtő, hanem hűtő is egyben, így az oda nem illő klímaberendezéseket is kiváltja. Ez egy levegős. Ez pedig már a művelődési ház, ahol a rövid határidő miatt nagy léptékben folynak a munkálatok. A helységekben az új vezetékrendszer kiépítése és különböző csövezések zajlanak. A színházteremben már kiszerelték a székeket, és a burkolati elemek egy részének elbontása is megtörtént. A közel 500 milliós beruházás keretében teljesen megújul a színházterem hang- és fénytechnikája is. A művelődési ház belső felújításának befejezési határideje november 30-a. Megyeri Sándor elmondta még, szerdán az Erkel Ferenc gimnázium kiserőművének műszaki átadása is megtörtént, így várhatóan a rendszer rövid időn belül megkezdheti működését. A Bak Sándor igazgató által jegyzett közleményből az derül ki, hogy közel 300 napelemet helyeznek el az igazgatóság a Műszaki Biztonsági Szolgálat épületén, de a sorból nem maradnak ki a gyulai szakaszmérnökség telephelyei és a békési Vargahosszai telep épületei sem. A műszaki átadás átvételre a napokban került sor, a projekt megvalósításának vége augusztus 31-e. Dolgozik a fűrész a gyulavári sportcsarnok réginek nem mondható, de elavult nyílászáróin. A probléma nagyjából a beruházás befejezésével egyidős, hiszen egyes vélemények szerint akkor maradtak el olyan munkálatok, melyek miatt a város tavaly 3, idén 6 millió forintot költ a korszerűsítésre. Hozzáértők szerint a korábban sietve elvégzett munka miatt szinte garantálható volt, hogy probléma lesz. A munkálatok várhatóan a napokban augusztus 20-ig befejeződnek. Nem ülnek a babérjaikon a gyulai atléták. A kolumbiai ifjúsági világbajnokság utáni pihenőt követően hétfőn megkezdte a felkészülés Süli Rihárt, korosztályos versenyző, Kertes István edzővel. A tréner bízik benne, hogy a jövőben is jól tudnak majd szerepelni, hiszen több világverseny áll előttük, melyeken szeretnének részt venni. Kertes István elmondta, a Gyula Sport Kft. Ügyvezetői feladatainak ellátása nemhogy nehezíti, hanem inkább segíti az edzői munkáját, így bízik benne, hogy a jövőben még több eredményes atlétát lehet kinevelni Gyulán. Bogdánné Száva Marian, a Pici Maci megálmodója meséli el az egyik személyes élményét a hozzájáró családok gyermekeiről. Kezdetben 6 család járt a zenés foglalkozásra, mára ez a szám elérte a 15-20-at. A 3 hónapos korú gyermekektől kezdve a 4 éves gyermekekig várják a babákat és mamákat egyaránt. A fejlődés kulcsa a rendszeresség. A készségfejlesztő foglalkozást minden héten szerdán tartják a védőnői szolgálatnál. Akad olyan is, aki a nyaralást is az eseményhez igazít. Az anyukák nyitottak, nagy igény van a kezdeményezésre, ezt bizonyítja az egyre növekvő létszám is.
általános iskolás gyermekeknek szervezett táborokat a Békés megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a megyei rendőrfőkapitányság. Az első tábor hétfőn nyitotta meg kapuit Szeghalmon, később Békésen és Gyomaendrődön folytatódik a program. Közleményükben azt írták, a kezdeményezés célja, hogy a roma gyerekek hasznosan töltsék el szabadidejüket, új ismereteket szerezzenek. Turisztikai szempontból egyre népszerűbb Gyula városa. A vendégek számos program közül választhatnak. A kulturális programok mellett a szórakoztatásra épülő szolgáltatások is egyre nagyobb szerepet kapnak. Évről évre bővül a lehetőségek tárháza. A pihenésüket itt töltők a fürdőzésen kívül a város nyújtotta egyéb lehetőségeket is szívesen próbálják ki. Ön milyen programon vett részt a nyaralás ideje alatt? Várban voltunk a gyerekekkel, ez érdekelte őket. Igazából még az Erkel múzeumot terveztük, az nem jött össze, nagyon meleg volt. Úgyhogy igazából lovaskocsisztunk, meg Thomas, a kis mozdony, azon részt vettünk, ennyi volt. Mi Temesváról jöttünk, csak fürdőprogramon. Más, este séta, nagyon tetszik. Elég sok mindent kipróbáltunk, igazából ez az utolsó napunk, úgyhogy megyünk haza, de előtte még útba ejtjük a kis vasutas hajókirándulást, de voltunk a várban is, vízibicikliztünk, elektromos rollereztünk, bringóhintoztunk, igazából szinte mindent kipróbáltunk, amit lehetett. Áramszünet miatt volt tűz az orosházi öblösüveggyárban. Lapszemle következik. Tűz az öblösüveggyárban. Egy áramszünet okozott üzemzavart az öblösüveggyárban, emiatt tűz ütött ki, írta az Orosz Café. A helyiek mellett több városból érkeztek tűzoltók. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Nem jönnek be a vonatok Csabára a hétvégén. Augusztus 14-én 22 órától, augusztus 17-én hajnali 4 óráig Békés Csaba állomáson a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT megbízásából pályaépítési munkákat végeznek, közölte a Csabai Mérleg. A Budapest, Szolnok, Békés Csaba, Lőkösháza vasútvonalon a feltüntetett vonatok menetrendje módosul, illetve Mezőberény, Békés Csaba, Kétegyháza, továbbá Murony, Békés Csaba, Kétegyháza között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Kiváló az ellési aránya bivajoknál. A 62 tehén eddig 50 utódot hozott a világra, s még további 5 születése várható, írta a Körösmaros Nemzeti Park honlapja. A bivajborjak általában 25-30 kg testtömeggel születnek. Nagyon ellenállóak, elhullás ritkán fordul elő. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a bivajtej rendkívül tápláló. Megnyílt a Zirci apátsági sörfőzde. Megnyílt az ország első apátsági sörmanufaktúrája Zircen, írta a Magyar Kurír. Az ünnepélyes megnyitóra augusztus 5-én a Sör Világnapján került sor a Zirci Ciszterci apátságban. Pénteken általában derült, néha mérsékelten felhős idő lesz. Szombaton még kevés felhő és erős kánikula várható, de vasárnaptól szelídül a forróság. Pénteken napközben általában derült, délután és éjjel kissé felhős idő lesz. Számottevő mennyiségű eső, zivatar nem várható, kisebb záporok viszont előfordulhatnak. Gyenge, változó irányú, általában északkeleti szél fúj. Marad a kánikula. Éjszaka 20 fokos, nappal 36 fokos csúcsa számíthatunk. A folytatásban szombaton időnkénti felhősödés és nagy meleg lesz jellemző. Vasárnap viharos zivatarfoltok várhatók. Hétfőtől jelentősen szelidül a meleg. Kiadós záporok, viharos zivatarfoltok valószínűek. A hőmérséklet szombaton 21 és 36 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Teltház a szálláshelyeken. A Gyulára visszatérők több időt töltenek a városban, mint korábban. Akár mikor abba hagyom. A szenvedélybetegségekről tartottak előadásokat a nappali melegedőben. Jól szerepeltek a csapatok. Mindkét gyulai együttes idegenben győzött a Magyar Kupa első fordulójában. A munkát tartja a legfontosabbnak. 90. születésnapján köszöntötték Wolf Dánielnét a Segítőkezek Idősek Otthonban. 400 fellépő a rendezvényen. Augusztus végén rendezik meg a Minden Magyarok Nemzetközi Néptánc Fesztiválját.
A Gyula TV híradóját látták, most a Gyulai hírlapozó következik. További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!